Veszprémi középiskolásokat hívtuk meg erre a napra. Kifejezetten azzal a célra, hogy bemutassuk számukra a rendőri hivatás szépségeit. Azzal a nem titkolt célra, hogy majd ők is ezt a hivatást válasszák. Ugye az előbb megtekinthettünk egy kisfilmet a rendőr szakközépiskola életéből. Ez ugye bemutatta nekik, hogy mi az a felvételi eljárás, fizikai követelmények, tanulmányi követelmények, aminek meg kell felelni ahhoz, hogy aztán a végén ugye nagy boldogon feldobhassák a sapkájukat, hogy már kész rendőré váljanak. Hát láttuk itt azért az arcokon, hogy többen elgondolkodtak, itt azért komoly fizikai feltételeknek is kell megfelelni, hogy elég komoly akadálypálya volt. Meg hát maga a fegyveres szó, hát azért magasabb kihívás elé állítja, mint egy átlag fiatal, vagy átlag pályáknál. Tehát nyilván az a cél, hogy minél több fiatal érdeklődését felkeltjük, és akkor nagyobb körből tudunk meríteni a rendőr kollégákat. Mi a tapasztalat egy ilyen nyíltak után, mennyi felvételiző jelentkezik? Hát az a tapasztalat, hogy a felvételi csomagot sokan elviszik, szinte mindenki elviszi. Hát nyilván ide már az jön el, akiben van egy kis kíváncsiság a pályák iránt. Szerintem nagyon jó az arány, mert nagy a túljelentkezés. Most már ugye egyrészt a szakközépiskolában, a rendőrtiszti főiskolában utána lehet ugye menni, de lehet közvetlen érettség, de ott meg aztán tudunk viszonyos túljelentkezés van. Tehát az az érdeklődés, ugye biztos munkahely, ha valaki megbecsüli magát, akkor ugye lesz egy nyugdíjas állás is, de azért tenni kell érte folyamatosan, tehát nyilvánvalóan ez majd a szakmai tapasztalataira alapozva mit üzenne a jelenlévő fiataloknak? Hát, hogy ne ijedjenek meg a fizikai kihívásoktól, meg egy kis kitartást azért követel tőlük, de hát nyilván azzal tudjuk megmutatni, hogy mennyit érünk, hogyha nem futunk el az ilyen kihívásokra. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen. Varga Alexandra is jelentkezett ezen a nyílt tapon. Mi ennek a célja? Ennek a jelentkezésnek mi a célja? Kiskorom óta rendőr szeretnék lenni, és ugye mivel már az érettségim, így a főiskolára lenni. A főiskola elvégzése után gyakorlatban mit szeretnél végezni a rendőrségnél? Közlekedési rendőrségnél. És miért tetszett meg pont ez? Hát tetszik, amit csinálnak.